kezdetét vette a dinnye szezon Cecén is. Ez azt jelenti, hogy az igazi szabadföldi görögdinnye szedése most kezdődik csak el igazán. Az első hírek biztatóak, a szakma úgy számol, hogy az időjárásnak köszönhetően a magyar vásárlók szeptemberig élvezhetik a magyar dinnyét. Nálam nem nagyon hatott, már ugye öntözöm a területet, mind a 10 hektárt, ami van, de nagyon sok cecei gazda van, meg hát a környékünkön is, akik termelnek dinnyét, nem tudják öntözni, ott nem nőnek meg a termések. Tehát nem lesz akkora dinnyetermés, 3-4-5 kilósokra megmaradnak, nem lesznek 10-15 kilós dinnyék. A termelők is reményekkel teli nyárnak néznek elébe, mivel az elmúlt hetek időjárása kifejezetten kedvezett a dinnyének, így a várakozások szerint felülmúlhatja a korábbi éveket az idei év termés minősége, az ára pedig jelenleg 200 forint kilónként. Nagy melegben a gyerek nem szereti azért a dinnye, tehát a 35-38 fokkal nem szereti a dinnye. Akkor csak szenved a növény, nagy a párolgó felület rajta. Tehát párologtatja azt a mennyiségű vizet, amit vagy az időjárás, vagy mi oda teszünk. Mi még mondom, szerencsések vagyunk, mert azért tudunk öntözni. Albert István még elmondta, hogy folyamatosan nő az igény, a magszegény, úgynevezett mag nélküli dinnyék iránt, ezekből leginkább a fekete héjú érhető el, de a csíkos változat is terjed. Mindez összességében odafut ki, hogy hazánkban átlagosan fejenként 10 kg dinnyét fogyasztunk el egy évben.